Az 56-os forradalom és szabadságharc hősei előtt állítottak emléket Pákozdon a Katonai Emlékparkban. Az eseményen az 1956-os Pesti Srác Alapítványtól Longover Tibor alelnök és Szurov Liliana, a történelmi Vitézrendtől Pápai Imréné, illetve Hajdu Zsuzsanna, a Vattai Ferenc Bajtási Egyesülettől Berdó Gábor Károly, a HTBK Székesfehérvári szervezetétől Görög István ezredes és a Kemp ügyvezetője Görög Viktória helyeztek el koszorút a barikádnak nekihajtó T-55-ös harckocsit ábrázoló emlékműnél. Arra a csodálatos napra emlékezünk most, amikor mi magyarok megmutattuk magunknak és a világnak, mit is érünk valójában. Hatalmas erő költözött belénk, és megremegtek a kommunista uralom tartó pillérei. Arra a pillanatra emlékezünk, amely örökké élni fog a magyarok emlékezetében, amikor ugyanazt akarta a pap és az esztergályos, a tudósok és a pesti srácok. A Katonai Emlékpark október 23-án is nyitva tart majd a látogatók és azok előtt, akik szeretnék leróni tiszteletüket. A Katonai Emlékpark Pákhoz Nemzeti Emlékhely Magyarország hat történetének 175 évfordulóját mutatja be, közte természetesen az 1956-os eseményeknek is két emlékpontot is szenteltünk. Az egyik a mögöttem látható barikádnak éppen nekihajtó T-55-ös harckocsi, a másik pedig beltéren egy 56-os emléksarok. A megemlékezés az emléksarokban folytatódott, ahol három egykori fiatal forradalmár hagyatékából és emléktárgyából láthatnak kiállítást az odalátogatók.